Ugye, ahol most vagyunk, ez Petőfi Sándor szülőháza, és igazából az első nagy mérföldkő a ház életében az 1880 volt, amikor Jókai Mór megnyitotta a nagy közönség előtt, és azóta, hála Istennek, nagyon sok ilyen nagy mérföldkövet ért meg a múzeum és maga a szülőház is. A legutóbbi ilyen alkalom az az október 15-i kiállítás megnyitó ünnepség volt, illetve a történelmi emlékhely téli avató ünnepség. Megújult a szülőház maga az épület is, illetve megújítottuk a benne lévő kiállítást is. A szülőház új megújított kiállítása a Költőnek szült anyám címet viseli. Mi azt gondoltuk, hogy ebben a kiállításban a kiskörösi kötődést, a család nagyon rövid kiskörösi tartózkodását mutassuk be. A szülőház mellett lévő emlékmúzeum épületében is egy új tárlat nyílt, ez a 7 év címet viseli. A nagyon rövid 7 éves alkotói időszakot mutatja be, 1842-ben kezdődik és 1849-ben zárul. Maguk a művek vannak a középpontban, és melléjük rétegződik természetesen a történelmi háttér, azok a személyek, amelyek abban az időben meghatározóak voltak Petőfivel kapcsolatban. A Petőfi 200 emlékévre az állandó kiállítások és a múzeumi épületek mellett még számos olyan kültéri látnivaló, kültéri installáció készült Kiskörösön, amelyeknek az a célja, hogy aki városunkba látogat, akkor tartalmasan tudja eltölteni a szabad idejét. Megpihenhetnek a verspadokon, illetve a mesepadokon, amik a János Vitéz látogatóközpont közvetlen környezetében kaptak helyet, és a mesepadon el is olvashatják a János Vitéz című elbeszélő költeményből a részleteket, és egy QR kódos applikáció segítségével megoldhatnak egy olyan feladatot, aminek a végén ajándék jár, és ezt a látogatóközpontban át is lehet venni. Nagyon fontos abban az időszakban, amit most élünk, hogy visszataláljunk az irodalom szeretetéhez, a versek szeretetéhez, és egy kicsit le tudjunk lassulni, ki tudjunk szakadni a mindennapi életünkből, a mindennapi mókuskerékből, és egy kicsit visszairányítsuk a figyelmet a költészet fontosságára.